Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben című sakkmagazin 2016. februári adásában. Gunyáth Zoltán műsorvezető vagyok, állandó műsorvezető társam, szakmai szakkommentátorunk Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunk óta történtek különböző események megyénk sakk életében. A tokaji verseny megrendezésére került sor február 7-én, egy nemzetközi versenyé nőtte ki magától, szlovák, ukrán, romániai sakkozók is sakkoztak, és ezen túlmenően beindultak a diákolimpiai küzdelmek, lezajlottak a városi válogatók, sőt egyéniben még a megyei egyéni döntőket is meg tudtuk rendezni. Az időrendi sorrendben akkor haladjunk. Péter, mint a verseny főbírója, szeretném megkérdezni tőled, milyen volt a tokaji verseny, hányan voltak, milyen színvonalú volt? Hát maga a verseny nagyon erős színvonalú volt, ugye különböző korcsoportok voltak, ugye főként ez egy gyerek versenyre épül ez a Tokaj Kupa, ott 5 korcsoportban indultak a gyerekek, tehát a legkisebbektől, ugye 8 évesektől. Azt hiszem fidemesterek és nemzetközi mesterek csak a felnőttek mezőnyében indultak. Igen, igen. Úgy gondolom, hogy a felnőtteknél is volt egy jó pár gyerek, aki megpróbálta a képességeit, hogy milyen eredményre képesek a felnőttek között. Ott is volt egy-két nagyon jó eredmény. De ugye a gyerekeknél, tehát a 8 éveseknél ugye 20 éves korosztályig voltak az öt korcsoport. Ugye ott én azt mondom, hogy ott is nagyon erős játékosok voltak, ugye Romániából, Szatmárnémetiből és Nagyváradról érkeztek, kifejezetten erős játékosokkal. Ugye saját korcsoportjukban, és ugye nagyon elől végzett majdnem mindenki. Azt hiszem nyilvánvaló, hogy külföldre nem visznek gyenge játékosokat. Igen. Sem Szlovákiából, sem Romániából. Hát mindenképp ugye szerették volna magukat megméretetni, ugye nemzetközi verseny, immár ugye 20. alkalommal volt megrendezve maga a Tokaj Kupa, és ebből 6. alkalommal volt a verseny, tehát a sakkverseny megrendezve, ami egy szép fejlődésen keresztül ment. Ugye 162 fő indult el ezen a Tokaj Kupán, azt mondom, hogy a Dávid Eszének az egyik legsikeresebb versenye, sakkversenye. Lassan kinövi a verseny a Tokaji Ferenc gimnáziumot Tokajban, olyan sokan fognak nevezni. Igen, igen, igen. Azt kell tudni még róla, hogy a legkisebbektől, tehát az óvodásoktól, ugye 20 évesekig, felnőttekig volt maga a verseny, egy nagyon jó hangulatú ugye rendezvényről volt szó. 8 évesek között is majdnem szinte az egész óvodás végig bírta ugye késő délutánig tartó versenyt. Hát azt mondom, hogy a legjobbak nyertek a korcsoportjukban. Tehát a gyerekeknél mindenképp nagyon élvezetes és jó versenyt láthattunk. Hát ezt mondhatnánk a felnőttekre is, ott egy külföldi nyert, az Ámbor Norbert, Szlovákiából érkezett hozzánk, és ami az érdekessége, hogy ő hozott egy tanítványt magával, egy 10 éves kislányt, aki szintén a felnőttek között indult, és elég sok pontot szerzett, és én úgy gondolom, hogy ez a szlovák kislány a korcsoportjában a világon benne van az első 10-ben. Tehát egy kifejezetten erős és jó játékot produkált. Azt hiszem talán 3 pontot szerzett. 10 évesen 1 mínusszal a felnőttek mezőnyében. Igen. Az tehát, elismerést érdemelő mindenképp, és hát ugye az edzője meg mellette megnyerte a versenyt. Egy picike szerencséje volt. Ugye rutinos nemzetközi mestert előzött meg Mészáros Andrá személyében. És ugye 5.-6. helyen pedig 2 miskolci fiatal, Pribelszky Bence és Vancák Tamás végzett. Tehát nagyon-nagyon élvezetes és jó verseny volt. Én úgy gondolom, hogy
ennek a versenynek sok évre van előre jogosultsága, és ugye ha így fejlődik, ugye tavalyihoz képest én úgy gondolom, hogy 20-30 fővel játszottak többen, ugye nemzetközi és a színvonal is erősebb lett, tehát azért voltak ott még a díjas mezőnyben olyan nevek, mint Kispál például, igen, nagyon erős mesterek. Aki negyedik lett végül, igen. Emellett még nem csak a felnőttek és gyerekek sakkoztak, hanem sikerült megrendezni a Megyei Sakkszövetségnek a Diák Sporttanáccsal együtt a Diák Olimpia egyéni megyei döntőjét különféle korcsoportokban. A verseny helyszínéül ezúttal is a Nagyhalászi Csuha Antal Baptista Általános Iskola biztosította az igen méltó körülményeket, rendkívül impozáns körülmények között sakkozhattak a fiatalok, mi felnőttek csupán bíráskodhattunk, illetőleg segítkezhettünk a verseny megrendezésében. Szintén 100-nál jóval több versenyző mérte össze erejét különböző korcsoportokban, fiúknál, lányoknál, 6 korcsoportban, és emellett, ahol voltak amatőrök, tehát értékszám nélküliek és értékszámosok is egyaránt külön korcsoportban, illetve csoportban döntötték el, hogy ki jogosult megyénk színeit képviselni az országos döntőn. Tudni kellett azt is, hogy amatőröknél, tehát nemzetközi értékszámmal nem rendelkező sakkozóknál a megyei bajnok jogosult képviselni a megye színeit az országos döntőn, értékszámosoknál egy kicsit többen, 3 jogosultak nevezni az országos döntőre. A versenyzőket az adott iskola nevezte be a versenyre, tehát iskolák szerint is csoportosíthatjuk a legjobbakat. Igen sok továbbjutót tudott kiállítani a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Nyíregyházáról. Azt hiszem a legnagyobb sikert a Honi Nagyhalászi Csuha Antal Baptista Általános Iskola ért el, 7 nagyhalászi játékos jutott tovább az országos döntőbe, korcsoportonként külön. Fiú egyes korcsoportban az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulója Andrei Gavrilkin jutott tovább, meggyőzően tudta megnyerni a korcsoportot. Fiú kettes korcsoportban a Bethlennek az üdvöskéje, a tavalyi bajnok Bodnár Lévi nyert újra. A fiú hármas korcsoportban hazai siker született, Kató Máté és Kormány Gábor Holt versenyben végzett az első helyen. A fiú hármas korcsoportban értékszámosok is sakkoztak már, közöttük Blahota Marcell szerezte meg a bajnoki címet az Apácai Csere János Általános Iskolából, Nyíregyházáról, és Holt versenyes társa is szintén az apácai tanítványai voltak. Kik is voltak ők, Péter? Hát második helyen végzett Dán Marcell, harmadik helyen pedig Kun Ágoston. Kun Ferenc Ágoston. Ferenc. Az apácainak meglehetősen jó csapata van ebben a korcsoportban. Fiú négyes korcsoportban a Bethlen Gábor Általános Iskolának a tanítványa, tanulója Székely Dániel végzett az amatőrök között. Fiú négyes korcsoportban értékszámosok is csatáztak. Első helyen az aranynak a aranyifja Tóth Tibor végzett a várakozásoknak megfelelően. Második helyen egy igen tehetséges fiatalember, ki is ő, Péter? Hát Varga Marcell, aki a Krúdi Iskolának a tanulója. És igyekszik méltó lenni édesapjához. Igen, ami érdekes itt, hogy itt rájátszás döntött, tehát minden egyforma volt az alapversenyen, tehát teljesen egymással döntetlent játszottak, mindenkit megvertek mellette, és ugye hirtelen halálban bizonyult Tibor jobbnak, feketével elég lett volna döntetlen is, hogy ő legyen az első, de sötéttel sikerült a nyerést elérnie, úgyhogy ezzel nyerte meg a korcsoportját. Rájátszás döntött a harmadik helyen is egyébként, két nagyhalászi titán, Radvánszky Viktor és Kormány Szabolcs kellett, hogy szétvívjanak. Egymással vívott küzdelmükben Viktornak sikerült a továbbjutó harmadik helyet elérni. A fiú ötös korcsoportban, hát itt már igencsak értékszámosok és rutinos MB2-es játékosok csatáztak, a Széchenyi szakközépiskolának a tanulója ugyan Dániel vívta ki a bajnoki címet, második, harmadik helyen pedig az Arany Gimnáziumnak a tanulói, Góca Ádám és Palkovics Balázs végeztek. A fiú hatos korcsoportban Batta Gergő, a Kisvárdai Besenyei Gimnáziumnak a tanulója végzett továbbjutó helyen, illetőleg a további korcsoportban szintén a besenyei tanulója
Jámbrik Roland. A lányokról se feledkezzünk meg. A lány egyes korcsoportban a Betlennek a sikere következett be. Szűcs Karina, a Betlen Gábor általános iskolának a tanulója, magasan megnyerte a versenyt. A lány kettes korcsoportban, tehát mondjuk úgy a harmadik, negyedikesek küzdelmében a Betlennek a tanulója futott be, Gál Hanna Grét, a Holt versenyes társa volt, a Nagyhalászi Csuha általános iskolának a tanulója Pinke Maja Lilla. A lány kettes korcsoportban már nemzetközi értékszámos is szerepelt, itt a bajnoki címet a Nagyhalászi Demeter Dorina érdemelte ki. A lány hármas korcsoportban nagyhalászi erőfölény domborodott ki, Szabó Luca és Nagy Dorina mindketten a helyi iskolának a tanulói, ők Holt versenyben végeztek az első helyen, egyébként a harmadik is nagyhalászi volt Boglárka személyében. A lány négyes korcsoportban amatőrök és értékszámosok is voltak, az értékszámosok között a nagyhalászi Nagy Bernadett Éva érdemelte ki az első helyet, az értékszám nélküliek küzdelmében pedig a szintén nagyhalászi Nagy Fanni, aki már többször megnyerte ezt a korcsoportot. A lány ötös korcsoportban a Kródi gimnáziumnak a tanulója Blahota Réka, nevezik úgy öldöklő küzdelemben, óriási küzdelemben szerezte meg a bajnoki címet, a lány hatos korcsoportban pedig a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumnak a tanulója, az egyébként nagyhalászi Dajka Vivien, szintén óriási küzdelemben tudta kivívni a bajnoki címet. Az országos döntőnek az időpontja és helye még nem teljesen tisztázott, a későbbiekben el fog majd dőlni, hogy mikor. Tudósítani fogunk arról. Február 27-én pedig a Diákolimpia megyei csapat döntőjére is sor fog kerülni. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy idén ez a megyei egyéni Diákolimpiának a döntője egy csúcslétszámmal zajlott le, tehát 155-en indultak az egész versenysorozatban, ami jelzi a Szabolcs megyének az aktív diák sakk életét. Tehát felível a sakk életét. Hát igen, egyértelműen egyre több helyen ambicionálják iskolákban a sakkot, ugye, és ennek köszönhető, tehát ez a hát én azt mondom, hogy óriási robbanásszerű létszám növekedés, ami én úgy gondolom, hogy egy kicsit reményeim szerint ugye versenysakba is sikerül ezeket a játékosokat bevonni, egyre többet, ami ugye a minőségi sakknak a javulását is tovább fogja eredményezni. Én azt hiszem, hogy ha következő adásokban tudósítunk majd a megyei csapatbajnokságokról, akkor arról is beszámolhatunk, hogy a megyei csapatbajnokságban küzdő csapatokban milyen sok ifjúsági játszik, általános iskolai tanuló játszik, az NB2 küzdelmeiben is milyen sok tanuló játszik, tehát annak lehetünk a tanúi, hogy megyénkben egyre inkább népszerűvé válik a sakk, és mondjuk úgy, hogy a Zenithez közeledik, a Zenit felé tart a megye sakk élete, köszönhető az országos programoknak is, a Polgár Judit programnak is. Bízunk benne, hogy ez így is fog folytatódni. Gyerekek küzdelmeiről beszéltünk most, azt hiszem, hogy annyit beszéltünk már, hogy következhet a sakktábla is. Én azt javasolom, Péter, hogy tekintsünk meg egy igazán nagy partit. A mai kiválasztott parti kommentálására, bemutatására téged szeretnélek megkérni. Milyen partit mutatsz be nekünk? Hát én egy klasszikus szeretnék bemutatni. Ugye a Karpov-Kasparov párharca közül nagyon-nagyon sok játszmá, hát írtó, jól sikerült, tehát világbajnokokról beszélünk. Hát igen, hát Karpov is 10 évig volt világbajnok, Kasparov 15 évig volt világbajnok, ugye a 80-as, 90-es éveknek a 2000-ig tulajdonképpen 75-től 2000-ig ők voltak a világbajnokok, az egyeduralkodók a világban, és nagyon sokszor játszottak egymással. Ha jól emlékszem, 7 páros mérkőzést vívtak egymással. Igen, én pont nem egy páros mérkőzés partiját szeretném bemutatni, hanem itt azt szeretném, hogy a taktika diadala a pozíció felett, amikor ugye Kasparov
Ugye általában a világbajnokok váltják egymást, és a stílusuk is nagy rész jellemzi a világbajnokokat. Rendszerint egy taktikus után egy pozíciós játékos jön. Természetesen mindenben jók a világbajnokok, de úgy mégis, tehát amiben kiemelkednek, azok általában ugye vagy... A legeslegerősebb tulajdonságok. Vagy taktikusok, ugye vagy pozíciósan, tehát azt szokták, hogy olyanok, mint a gépek. Tehát, Karpov egy pozíciós, egy vérprofi volt, egy gépies. Hát egy hihetetlen olyan minimális előnyöket, hogy tudta nyerésig fokozni. Azért csak 107 versenyt nyert meg életében a legjobbak között. Ez fantasztikus. Tehát, és utána pedig jött ugye a Kasparov, aki viszont taktikusan sikerült, hogy Karpov fölé kerekedjen. És hát ez már ugye 90... Azt hiszem, hát talán 99-ben játszották ezt a partit Hollandiában, és hát valami hihetetlen parti volt. Én nagyon nagy Karpov volt, akin felnőttem, akinek a játszmáin igazából felnőttem, és nekem ő volt a példaképem. De amikor ez a parti megtörtént, hát akkor át kellett értékelnem egy kicsit ezt a példakép. Természetesen utána is, tehát nagyon jó volt, meg egy partiba bármi lehetséges, de a Kasparov ott valami olyasmit nyújtott, ami én úgy gondolom, hogy ez egy világszenzáció parti volt. Azt hiszem, tudom, melyik egy királyindiai védelmi partiról beszélsz. Annyit azért még hadd tegyek hozzá, bár nekem mindig Kasparov partiai voltak szimpatikusabbak, hogy számomra viszont azok voltak rendkívül meggyőzők, amikor Kasparov taras védelmet játszott Karpovnak, és Karpov bombabiztos kézzel lenyúzta. Kasparov semmit sem tudott tenni, de hát ez egy másik parti, másik partik voltak. Lássuk akkor a partit. Annyit pontosítanék a játszmán, hogy ugye 93-ban játszották, és Linaresben játszották egy szuper versenyen ezt a partit. Ugye sötéttel volt Kasparov, és ugye a királyindai védelmet játszotta. D4 következett, amire huszár F6, C4, G6, huszár C3, futó G7, E4, D6. Jelenleg a királyindai védelmen annyit kell tudni, hogy sötét itt átadja a centrumot, tehát világos ugye azonnal el tudja foglalni, és tudja a fejlődését bármilyen irányból megoldani, tehát különböző fejlődési módszereket ismerünk el a királyindai védelem ellen. Feketének egyértelműen a terve az lesz, hogy ugye később fogja a centrumot megtámadni, és ugye utána próbál majd aktívan ellenjátékot szerezni a centrumban. Tehát egy ideig átadja, de utána viszont természetesen átveszi majd a kezdeményezést. Következett F3. Tehát ez az émis rendszer. Az émis változat, elsáncolt fekete, futó E3 jött, E5 következett, amire huszár a G-ről E2-re érkezett, ugye C6 jött, vezér D2, amire huszár B-ről D7-re fejlődött, ugye fekete, és bástya D1 jött, ami egy hát normális lépés, hosszú sánc talán egy picit pontosabb, volt ilyen partijuk is egymással. Itt most második egyel próbálkozott világos, a 6-tal következett sötét, ugye itt B5 lesz majd az ellenjátéknak a kulcsa, tehát fekete a vezérszárnyon szeretne megindulni. D üti E5 következett, ami egyértelműen hiba, itt inkább D5-öt kellett volna lépni. D üti E5 után ugye huszárral visszaütött fekete. Ugye ez a jó lépés, ez az aktív támadó lépés, ugye a C4 gyalogot visszatámadja a fekete huszár. Ugye huszár üti E5, és ugye B3-mal fehér megvédte ezt a C4 gyalogot.
És most megkérdezhetjük világosnak a világos mezei futóját, hogy hogy érzi magát a gyalogjai mögé bezárva. Igen. Tehát ott azzal még nem nagyon lépünk, és nem is nagyon tűnik, hogy fog előrébb jönni. Itt egy nagyon jó lépést lépett Fekete, ugye, amit már beszéltünk, ugye vezérszárnyon azonnal ugye támadást intézett a fehér vezérszárnyon Fekete, B5-tel érkezett, amit leütött fehér, C-üti B5, C-üti B5-tel leütöttük, ezt visszaütötte az A gyaloggal Fekete, a üti B5, és most ütötte le fehér vezér a D6 gyalogot. Ugye itt, ha megnézzük az állást, Fekete beáldozott egy gyalogot, de nagyon aktív ellenjátékot kapott, és ugye a fehér királyt nézzük, középen rekett, és ugye a H1 bástya F1 futó nem nagyon játszott, ezért ugye azt szokták mondani, hogy bőven van kompenzáció ellenjátéka az áldozott gyaloggért Feketének. Számtalan tempót kell világosnak adni azért, hogy a futóját, tehát az F1 futóját és a H1 bástyáját játékba hozza. Hát igen, majd megnézzük, nem nagyon sikerül, de ugye huszár FD7, ez egy nagyon jó lépés volt, ugye természetesen nem cserélünk vezért, ugye fenntartjuk a figurákat, ugye mindenképp az a célunk, hogy minél több tiszt és aktív tisztjátékkal ugye az előnyt átvegyük, és a kezdeményezést kihasználjuk Feketével. Tehát, hogyha vezért cserélnénk, akkor csökkenne sötétnek a támadó potenciálja, és a fejlődésbeli hátrány az nem érvényesülhetne olyan nagyon. Igen. Huszár D7 következett, ugye F4 jött, ami ugye támadja a lovat, de valószínűleg vezérre vissza kellett volna D2-re menni, és erre jött egy nagyon-nagyon jó lépés, a B4 ellenjáték. Ugye nem ment el a huszárral, hanem B4-gyel ugye ellenjátékot hozott létre a huszár ellen. Hát nem nagyon tudott mit kezdeni, huszár B1-gyel visszakozott ez a fehér huszár. Csak úgy halkan megkérdezem, nem lett volna jó leütni a vezérrel azt a gyalogot? Hát ha vezérrel leütjük a gyalogot, akkor én úgy gondolom, hogy ott huszár G4 is nagyon erős lépés, és ugye a C3 is a vezér támadása jön. De még az is kérdéses, hogy esetleg ott, ha minden igaz, hát lehet, hogy huszár G4 mégis a legjobb lépés ott, vagy vezér H4, hát feltárnak a huszár G4-gyel a G7 futónak az átlóját, és az E3 futónak a helyzetére próbálnánk meg, és a B4 vezér sem áll olyan fényesen ott B4-en. Lépésről lépésre tempóval támadná sötét a világos vezért és egyéb tiszteket. Igen. Tehát zavartan bolyongana a táblán a világos vezér is, a futó is. Tehát egy tapasztalt sakkozó ilyet nem enged meg magának. Nem. Értem. Hát erre következett ugye huszár G4, ugye az E3 futónak a helyzetére játszott rá. Futó D4-gyel, ugye ez egy jó lépés, az az értelme, hogy ki akarja cserélni a támadó G7 futó, tehát egy tiszttel kevesebb van, hogy ami támad, tehát ez egy mindenképp jó lépés, de ugye Fekete ettől függetlenül ugye folytatta a támadását. Itt ugye következett futóüti D4, amit vezérrel visszaütött fehér, és erre bástyaüti A2. Következett, ugye az A vonalon a bástya megjelent a második soron. Milyen érdekes, hogy sötétnek az A8 bástyája úgy avatkozott játékba, hogy nem is lépett tulajdonképpen, de mégis A8-on már az A vonalon nagy nyomást fejtett ki. Ez az, amikor ugye nyílik egy A vonal, ugye ezt szoktuk ilyen null tempós figurának nevezni, hogy nem lépett vele, de ugye mivel megnyílt az A vonal, ezért ugye aktívan azonnal játékba avatkozik. Következett H3, amire C5, ugye ezt nevezzük közbeiktatásnak, ugye a vezért megtámadtuk, amire következett vezér G1, és erre huszár F6-tal visszament Fekete. És milyen érdekes, hogy az E2-n álló világos huszár
tól eltekintve valamennyi világos tiszt ott van az alapsoron. Igen, és hamarosan az E220-es C1-re kerül. Épp ezt akartam majd megvárni, tehát Huszár F6-tal visszakozott a fekete. Huszár E5 jött, ugye Huszár E4, centrumba bejátszottuk ezt a lovat, H4, és C4-gyel nagyon aktív támadó lépést tett, ugye a B gyalog indul meg, hogyha B gyaloggal leütném, úgyhogy Huszár C1-gyel ugye próbálkozott világos az A2 bástyát ugye megtámadni, Huszár C1 következett, és valami akkor varázsló ugye, ez a kasztalok, hogy egy olyan vérprofinak, mint Karpov, minden tisztít az alapsorra kényszerítette. Hát ez hihetetlen. Tehát én amikor ezt a partit láttam, én ezt egyszerűen, hát jó, nem, igazából nem hittem el, de persze, tehát ez valami szenzációs. Tehát tényleg B1, C1, Huszár, D1 bástya, E1 király, tehát, és még a vezér is G1-re került. És főleg egy ilyen pozíció zsenivel szemben, mint Karpov. Igen, 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 igen. Jó, hát itt fekete végül is nem sokáig húzta a partit. Azt hiszem, hogy talán C3-mal folytatta, talán ott is hagyta a bástyát. C3 következett, bástya B2 talán még jobb lett volna, de ez a C3 nagyon erős lépés volt, Huszár üti A2, és C2-vel ugye gyalog villát hozott létre fekete, vezér D4 következett, ami ugye nem volt jó lépés, erre folytatta. Mi más tehetett volna tulajdonképpen Karpov? Hát bástya C1 talán jöhetett volna, de hát ugye kevés idő mellett, ugye taktikusan nehéz volt már ezt kiszámolni. Leütötte ugye a C gyalog a D1 bástyát, király üti D1, és Huszár DC5 következett, amire vezér üti D8, bástya üti D8, király C2, Huszár F2, ugye kényszerítő erejű lépés, H1 bástyát megtámadtam, és itt az volt, az itt feladta, ugye itt időzavarba elvesztette Karpov, de az jöhetett volna, hogyha bástya G1 jött volna, akkor futó F5 sakk, király B2, Huszár D1 sakk, király A1 és Huszár üti B3 matra következett volna. Bástya G1, futó F5 sakk, király B2, Huszár D1 sakk, király A1, és Huszár üti B3, egy fantasztikus matt a fehér királynak. Megjegyezve, hogy a király C1-re megy, akkor is Huszár B3 mattól. Igen, akkor is matt lett volna. Hát ez egy, és nagyon sok klasszikus volt természetesen a Karpov-Kaszparov között. Nekem ez az egyik legkedvencebb partim. Ez egyetalon volt. Óriási parti volt, tisztelt nézőink, remélem önöknek is tetszett. Nem sok olyan parti van, amikor egy ilyen vérprofit, mint Anatolij Karpov, így le lehetne mosni, ehhez természetesen egy olyan kvalitás kell, mint Gari Kimovics Kaszparov. Későbbiekben természetesen mutatunk majd még be Karpov győzelmet is. A mai adásunkban azonban ennyi fér bele. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!